létrához. Létrán a szépen csak sima egyszerű párostávon átfutás lesz, zsabon fölvegyünk félpályához, félpályánál csinálsz egy test mögött, vagy test előtt átütő labdát, ahogy jól esik, és elmész, és szépen dobsz a jobb oldalról egy félhorgot, vagy egy hordot, jó? Egy rövid eligazítás után már pattogtak is a kosárlabdák a Szent Imre Katolikus Gimnázium tornatermében. Ekkor annyira egyházi kosársuli lányai voltak a pályán, de csütörtökönként bárki becsatlakozhat az edzésekbe. Szeptemberben ugyanis nyílt napok sorozatával várják a sportolni vágyó fiatalokat. Elsősorban az a cél, hogy a gyerekek itt szeptemberben eljöjjenek, megnézik, hogy a kosárlabda maga miről szól, hogy milyen a mozgás, hogy milyen eszközökkel, milyen feltételek közt dolgozunk. Reménykedve abban, hogy majd egy idő után ők is kedvet kapnak ehhez a sportákhoz, és önnek is kipróbálják itt nálunk. A korábbi, más rendszerű nyílt napok alkalmával mindig talált olyan játékost az egyesület, aki aztán hosszabb távra elkötelezte magát a kosárlabda és a csapat mellett. Hogy minél több ilyen sportoló csatlakozzon, és senkit ne érjen meglepetés a későbbiekben, a nyílt napokon a háttérben folyó szakmai munkába és a valós edzésekbe is bepillanthatnak az érdeklődők. Ezekbe ráadásul akár be is lehet kapcsolódni, ezért igyekeztek változatos feladatokat összeállítani a fiatalok számára. Elővettük ugye a létrát, ott az egy lépkedünk jobbra, lépkedünk balra, lépkedünk előre, hátra. Van egy dribblesztikünk, ahol magát a labda átütését lehet gyakorolni, van egy osztogatóhálónk, az is érdekes, hogy rápasszoljuk a labdát, ez melyik irányba fog visszajönni, és az is nagyon élvezik a gyerekek, mert nem mindig ugyanaz. Itt vannak a bábúk, gyönyörűséges bábúink vannak, némelyiket el is nevezték annak a gyerekek, hogy volt itt Samutól a Lúzán keresztül mindenféle fajta bábú volt, de a bábuknál kezet váltanak, elszakadnak, vannak színes korongjaink, a korongnak különböző feladatokat kapnak, azokat kell megoldani, és akkor így valamilyen szinten kötjük a szint a feladathoz, a feladatot a színhez, és minden más egyébként a térhez, és mindenhez, és így reméljük, hogy azért egy játékos formában, de olyan dolgokat tanulnak meg, ami a későbbiekben nem csak a kosárlabdát, jó, hanem maga a fejlődésüknek is jó célját fogja szolgálni. Aki nem csak edzés közben szeretné látni a kosaras lányokat, az már most hétvégén előselejtező meccsen szurkolhat a junioroknak. Vasárnap 15 órától a Szolnok csapatát fogadják, a mérkőzés tétje pedig a főtáblára jutás.